Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és igen, jól látod az index képen, vége. Befejezzük. A FIFA 23 karrier. Ti kértétek, hogy egy picit hosszabbítsuk meg. Én úgy hiszem ezzel a Ferencvárossal ez így összeállt. Akinek én virtuálisan átadom ezt a kontrollert, ezt a stafétabotot, egy igazán kész csapatot kap. Egy olyan csapatot, amiben öregek is megtalálhatóak, nagy ikonok viszont lehet vele dolgozni, mert kiszámoltuk az átlag életkor 26 év az előző részben, Afif végül nem sérült meg sok meccsre, ez nagyon-nagyon jó hír, és mondom 80-as játékos sincs a kezdőbe, tehát főleg, hogyha, de még Griezmann is ott van, Griezmann 80-assal, de szóval 70-es aztán meg végképp nincsen, de Griezmann helyett is lehet olyat behozni, ki tudja játszani azt a posztot, vagy átállsz, mit tudom én, még egy középpással többre, és akkor aztán tényleg nem lesz még 80-as se a csapatban, csak annál jobb. Úgyhogy én úgy hiszem, összeraktuk ezt a csapatot, amit lehetett, azt megcsináltunk együtt, közösen kihoztuk a maximumot ebből a Ferencvárosból. Tényleg ez már egyáltalán nem hasonlít arra a Ferencvárosra, amivel indultunk, de mégis igen, mert ott van Marquinhos, és ott van Regic, Olajduni, ott vannak olyan emberek, akik bizony, hogy nagyon jó kis Szalajati a csapatkapitány, úgyhogy én nagyon tisztelettel adom át majd a stafétabotot annak, aki ezt átveszi. Már mindenhol tolja az arcodba az IE, az új IFC 24 játékot, tehát tényleg belépsz a menübe is már biztat a vásárlásra teljes joggal egyébként, hiszen az a jövő, a FIFA-tól elköszönünk minden jóságával, rosságával együtt, és nem az utolsó mérkőzés, az nem a Ferencvárossal lesz, és nem a Manchester United ellen, hanem, ahogy látod a borítóképen, szeretnék bizony a magyar válogatottal játszani egyet. Ha már kineveztek, ha már megkaptam ezt a feladatot, hogy kineveztek itt a nemzeti 11 élére, akkor bizony ezzel szeretnék is élni, ezzel a lehetőséggel, és nem akarom úgy elengedni ezt a karriert, hogy nem játszunk egyet. Úgyhogy én leplayelem a meccset, de csak egy quick szimulációval. Hiába van ott Szoboszlai a kezdőcsapatban, ez tök jó egyébként, tényleg látjátok, ott van Szoboszlai, mint támadó középes 86-osan, reméljük, hogy nem sérül le, de egyébként le nyomjuk ezt egy gyors szimulációval. 2-2 lett az állás, lehet, hogy a valóságban is 2-2 lett volna, egyébként ezt nem tudjuk meg, de már mintha én játszom, mert nem nagyon, soha nem szimuláltam egyetlen egy meccset se, ez idáig minden mérkőzést lejátszottam, és így nyomtunk le 3 évet, így jutottunk fel a másodosztályból a Premier League-be. Óriási volt, ha van kedved, nézz vissza, minden egyes részt maximális lelkesedéssel nyomattam, ami a csövön kifért, azzal a lelkesedéssel toltam végig. Ezt tudjátok jól, aki követte, azt tudja jól. Most már nem fogunk igazolni, most már ez igazából így annyira nem is izgalmas számomra. Utolsó lehetőség, hogy kit válogassunk be a csapatba. Ott egy 69-es, de én nem hiszem, hogy ebbe a keretbe beférne. Szerintem ez így jó, ahogy van. Úgyhogy ezt el is engedjük, ezt a részét, ezt már korábban összeválogattuk, jó lesz ez így. Menjünk akkor, nézzük az Everton elleni meccset, ott is nyomunk egy gyors szimulációt. Quick sim, nem is nézzük, hogy Vega meg Palacios rossz helyen van. Egy-egy, teljesen mindegy. Még így is ügyesek ezek a srácok. Hiszen a magyar válogatott most a legfontosabb számomra. Még itt ugye el lehet skippelni, átigazolás, én engem már ez se izgat, nagyon sok átigazolási időszakot úgy érzem, hogy jól hoztunk le, jó játékosokat hoztunk, magyarokra is próbáltam koncentrálni, mint Kerkez, meg Szalai Attila is ugye, Kleinheisler a másodosztályban miket művelt, olyan emlékek törnek fel, olyan flashbackek, amik fantasztikusak voltak, de most a lényeg, az itt lesz. És nem Ukrajna ellen szeretnék búcsúzni, hanem lesz ennél egy izgalmasabb válogatott mérkőzés. Remélem, hogyha itt szimulációba kikapunk, akkor nem fognak elküldeni a francba. Ezt lekvikszimáljuk, hanem a Portugália elleni mérkőzés. És egy-egy, korrekt, egy-egy, az nagyon jó, az nagyon jó. Magyar válogatott, jól van, csak döntetlenket tudok szimulálni. Viszont itt van a lényeg. Itt van az igazi búcsú mérkőzés Portugália ellen. Na ez aztán egy nagy találkozó lesz szerintem. Ez egy teljesen barátságos mérkőzés, de nézzük meg akkor, hogy mire megyünk a magyar válogatottal.
Azt a mindenit. Na, Ferreira, Silva, nincsen Ronaldo, Tavares, Diaz. Megnézzük majd ezt a portugál keretet. Ugyanúgy világklasszis. Lessük meg, hogyan áll fel a csapat. Nagyon minimálisok a fáradtság, de 90-es fitnesszel mindenki pörög. Szoboszlai, Dominik, Kleinheisler, Regic, Sallói, Stiles, Lang, Szalajati, Vili Orbán, Botka, Endre, de hát természetesen azért Kerkez megkapja a helyet, ott itt van Gazdag is, aki Amerikában lövöldözi a gólokat folyamat, Gulácsi Péter, Pászkő, Schäfer mekkora játékos lett, 78, ő is játszott nálunk, de továbbadtuk, nem tudtuk úgy fejleszteni, hogy neki az karrier szempontból jó legyen, nem akartam eltörni a karrierét, erről volt szó lényegében, ezért szerettem volna, hogy ő tovább menjen tőlünk, és meg is lett az eredménye. Bollát még szerintem ide rakhatjuk, hát ha be tud majd állni. Német válthatja majd Regicet, egyszerűen csatárhiányba szenved, továbbra is a magyar válogatott, de így lesz a tűz. Schäfer picit hátrébb, Szoboszlai picit előrébb, Szalajati, Orbán, Vezér, Lang is ott van. Azért ez egy jó csapat, ez egy király fickós csapat lesz, úgyhogy remélem, hogy tudunk ezzel valamit kezdeni. Szoboszlai irányítása most először van a kezembe a karrier során. Soha nem tudtuk leigazolni, pedig nagyon-nagyon szerettem volna, úgyhogy pörögjön a mérkőzés, búcsúzzunk egy szépet, de azt viszont piros mezben fogjuk megtenni, az nem úgy van az, azért nem úgy van az. Kezeljük helyén a dolgokat. Így is van. Na ez. Bocsánat, Portugália. Szíves elnézéseteket szeretném kérni. Nyomjuk le, de jó lenne megnyerni. Na nézzük akkor. Fullon a stadion. Portugália, Magyarország. Ők hazaiban, mi vendégbe, de a mezeket tiszteletből megcserélhettük egy ilyen kérvényezés alapján. Nézzük akkor, hogy mire vagyunk képesek. Hajrá, magyarok! Tegyük oda magunkat, de mielőtt oda tesszük magunkat, szokásunk a szíven. Megnézzük, hogy mi a helyzet az ellenfélnél. Estao Ferreira 84, André Silva ismerhetjük korábbi Lipcse karrierből, Pedro Gonça 88-as, Vintinha, Renato Sanchez 84, Tavares 81, Ruben Dias 91, miket fejlődött? Lejte? 79, 82-es Rui Silva, hát ez nagyon 80 fölötti csapat. Az, hogy Vintinha a középen 88, és a védelemben van egy 90 fölötti, az döbbenet. A Fábio Carvalho játszott nálunk a Fradiba. Jean Félix 90-es értékelése, és padozik, ő biztos be fog jönni. Őt csak pihentetik, Nuno Mendes. Azt a mindenit, ez a portugál válogatott, hát nem csodálom, hogy nincs itt Ronaldo. Nem nagyon fért volna be. Azt a minden, nagyon, meg vagyok lepődve, hogy ez mennyire durva ez a portugál válogatott. Hüva, közelükben nem vagyunk. Még a legjobbunk Szoboszlai is, tehát ez a Ruben Dias, meg a Félix 90-es értékelésekkel, azt a mindenit. Ez nehéz meccs lesz, lehet, hogy egyszerűbb lett volna egyébként az ukránok ellen játszani, de hát nem szeretjük az egyszerű dolgokat. Ezt tudjátok jól ebből a karrierből, hogy azért mi nem adunk az egyszerű dolgokra, Gulácsi Péterünk, reméljük, hogy ő majd jól fog védeni, egyelőre teszi a dolgát. Nem lesz könnyű, azt kell, hogy mondjam. Egy ilyen erős csapat ellen remélem, hogy a szív, a szurkolótábor, a brigád, hát folyamatosan szurkolnak, hogy ők majd segíteni fognak minket, mert ide kell a segítség. Kell a 12. ember, a szurkoló is, mert ez biten nehéz lesz, én érzem, ez biten nehéz lesz. Pedro González. Az jó, Vili Orbán, ugye a Crystal Palace-ban játszik a karrierbe, ismerhetjük, sokszor játszottunk már ellene. Mert ha sok játékost ismerünk azért, Gulácsi ellen is nyomadtuk, pont az előző részben egyébként egy barátságos meccsen, Sallói, szép lefordulás. Callum Stiles elképesztő tempóval rendelkezik, lehet, hogy egy jó beadás kellene majd csak tőle. Megpróbáljuk a beadás, egészen jó! Nuno Mendes mintha belökte volna a hálóba ott Sallait, azért nem volt túl korrekt.
Renato Sánchez. Ez az durván belőtte. Ezért lehetett volna valamit ítélni, de mindegy. Silva jó. Gula Peti. Hihetetlen, hogy nem dobta le az értékét Gulácsi Péter. 85-ös is. Hát elég örök, 35-6 éves már a karrierben, azért ez durva. És nem dobta le az értékét. Ugyanúgy pörgeti. Sallói át a másik oldalra. Oppá, mekkora indítás! Dredzsics! Dredzsics! Ott van még! Fussunk vissza, Dredzsics! De ügyes volt, kár, hogy nem lőtte be. Helyette fellökte az embert, szabad rugás. Aj, de kár azért. Ferencvárosba játszik a fiatal magyar csatár, helyette majd Német András nézhetjük meg esetleg a második fél időben, de ez nem volt rossz. Most jól befűzték viszont egy csellel. Az a miénk, Stiles, ezt nem eszi meg. Az jó. Dredzsics. Schäfer. Ő is sokat játszott a Fradiba. Sallói. Stiles megint. Dredzsics. Valahogy mindig hozzá kerül a labda, ő az egyszem csatárunk. Ugye a felállás is egészen furcsa, Fradival nem ilyen felállásban játszunk. Ötvédősben egyáltalán nem is játszottam soha. De nem akartam most itt felbolygatni az egészet. Nézzük meg így, hogy mire vagyunk képesek. Amúgy is jobb az ötvédő, olyan szempontból, hogy hát, ha nem kapunk egy balag gólt. Azt el szeretném kerülni, hogy itt megalázás legyen a vége. De készülnünk kell, hogy ez a portugál válogatott, ez nem lesz egyszerű. Felkor João Félixet is majd behozzák. Nem sikerült a passz, Ruben Dias. Nagyon jól helyezkedett. Érthető módon, hát 95 is. Azt tegyük hátra, ha lehet. Jajajajajaj, nem sikerült védelmi megingások. Nem sikerült hátra tenni. 23. percben további veszélyeztetések. Gulácsi lehajtotta a fejét ott, kicsoda. Stiles. Kidobtuk neki a labdát, hogy tudjam, hogy kihajtotta le a fejét jó ütemben. Azaz. Az indítás. Ez nem jött össze. Renato Sánchez. Ez se sikerül. Ez viszont jó. Dredzsics. Ez viszont jó. Dominikunk, láttam, hogy ott fut. Szoboszlai Dominik. Kavar, de leszerelték. Ez lett a vége a mókának. Ott egy összeborulás. Ez se egy olyan barátságos meccs, ez is ilyen szerbféle, hogy itt be kell vetni magunkat a fizikai kontaktusokba. Azaz. Na, Kerkez is. Mi kezünk alatt pallérozódik. És milyen jól is teszi. Szerintem legalábbis Sallai. Az mekkora játék, Kerkez! Az hogy ment mellé? Ez hogy ment mellé? Nem nagyon tekeredett ez a labda. Nagyon minimálisat. Uaj, de kár érte. De az nem ment be. Kerkez. Ugye szép volt. Rui Silva. Azért pariban vagyunk mi is. Nekünk nincsenek olyan éles lövéseink, mint a portugáloknak, de ott vagyunk. Mi is lövünk kapura. Ahogy azt higgyék, hogy itt kolbászból van a stadion kerítése. Azt vissza is fejeljük. Háttal, tarkóban ráadásul. Szoboszlányok oda csúsznak, rohadt anyátokat már, bocsánat. A szoboszlányok ne csúszkálnak már oda. Álljon meg a menet. Gulácsi díszből vetődik el, azért ez nem igényelt valós vetődést. Schäfer Andris, Sallói. Jó lenne nem egy 0-0-át játszani azért. Kecsics, Szoboszlai Dominik. A jó passzairól is híres Dominik. Sallai Roli, ott van! Sallai Roli, Szoboszlai Dominik összjáték. Ez a magyar válogatottban, a valóságban is ismerős. Ez az. Gyerünk, srácok! Ott megérkezik Dominik is. Nagyon jó. Hát nem Fannival érkezik meg Dominik, hanem anélkül, de a gól az gól. Sallai lesz Dominik Fanni, nem szórakozunk. Ez tiszteletlenség. Na, nézzük, Renato Sánchez, Vintinha. Na hát ennek nagyon örülök, hogy vezetünk. Ez számomra döbbenetes. Főleg ilyen szép összjáték után ez a passz. Gyönyörű volt.
Na mi van, portugálok? Megleptünk titeket? Pedro González. Az. Labda volt. Uram, hölgyem. Nem tudom, ki vagy. Tedd ki. Ez milyen egy szerencsétlen gól volt. Ez milyen egy idióta, kretén szerencsétlen gól. Annyira magyaros. Ez mi volt? Beadta, igen. Nem jól fejeljük le. És pont oda megy egy portugál. André Silva lába elé oda megy a labda. Ez teljes Vintinha volt, bocsánat. Vintinha lába elé oda megy a labda. Pont úgy fejeltük le. Hát ez gyönyörű. És ez meg lesz. Korájra. Diego Leite. Szépen próbálják kihozni. Végül is sikerül nekik. Vigyázzunk azért. Ne hozzuk előre az összes védőnket. Bírjuk utolérni őket utána, az a baj. Langát, ez favágó. Másodosztályba egy jó sori meccsen van ilyen. Nézzük, Regic. Ó, Regicem, itt a körésze. Szoboszlai menne. Amikor fél idő egy-egy, talán jobb is így. Jó, sok válogatott játszik itt közben, más barátságos meccset, lehet ők is búcsú meccset. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Én megnézném Kecskést. Úgy. Gondolkodok, hogy még mit lehetne. A többi szerintem amúgy maradhat. Ja, a többi maradhat majd Bollát, Stiles helyett. Hát jó, ez így. Igazából nem voltam elégedetlen a csapat semmelyik részével sem. De egy posztra csere az mindig jó jön, főleg a védelemben, hogy frissek maradunk. Hát ezek nem csak mi vagyunk favágók, ez is eléggé brutális volt. Willy Orbán, Pedro González simán leveszi az átívelését. Ez nem is hiszem el, Kecskés. Sajnos bedobás, de blokkolta a passzvonalakat. Ez már önmagában egész jó. Ne engedjük. Figyeljünk oda. Nem eléggé figyeltünk. Kecskés! Ó, hát ez a beadás, ez lehet, hogy veszélyes lett volna. Ez meg így sima. Hát Kecskéssel megvek elégedve egyenlőre. Nagyon jól nyomja. Az jó. Szoboszlai. Mutatja is, de nem tudja visszakapni. Aj, de kár érte. Regic rontotta el. Ez viszont egy nagyon rossz indítás úgy szintén. Gulácsi. Egy kis trükk is belefér. Willy Orbán. Schäfer. Az nagyon jó. Pont ott üresen van. Mekkora indítás! Sallói, hogy vette észre Amerikába, ezt így nyomják. Callum Stiles. Lecsúszott neki. Rui Silva. Szoboszlai meg be a hálóba, ez lecsúszott sajnos. Az viszont akár a miénk is lehetett volna. Schäferünk rontott rá az emberekre. Hát nem bírtuk megakadályozni, most Szalai Attilának kell visszafutni. Ohohó, Attila mekkora. Nem. Ez nem is volt szabálytalan. Azt hittem kiállítják, levert a víz. Komolyan levert a víz. Ez full labda volt, nem is páros lábban ment. Nuno Mendes, 86-os játékos jön be. Ez most nem is értettem. Ó, nem sikerült a kombináció, Mr. Portugália. Mi van? Naplopók. Nuno Mendes, hú, túl sokat vártok. Itt nem lehet ennyit. Ó, én meg nagy pofámmal elrontom a vacak passzokat. Nem jó, Pedro González. Nem hiszem el. Vintinha második gólja. Ezt nem hiszem el. Hogy megoldotta? 2-1 Portugáliának.
túl izgi mérkőzés ez egy búcsúztatáshoz, én valami szolidabbat szerettem volna. Sallói, gyere Sallói, tedd rá! Micsoda gól! Sallói! Azaz! Ez mekkora találat volt! Ott a gyors magyar válasz, hajrá Magyarország! Sallói! Óriási a hosszúba! De kilőtte. Az ebben a kapus is benne volt, de ezt tökéletesen kilőtte. Azt mindani, ez az. Sallói. Nagyon-nagyon örülök ennek most. Ez semmiből jött, szinte semmiből jött. Nagyon komoly. Fussunk, fuss. Kerkez. Azaz, labda. Nézzünk egy nagyobb cserét. Jöjjön akkor Schäfer helyett egy Klein, Heisler, illetve Szoboszlét még följebb toljuk. Még. Nem jó, akkor így. Oké. Okay. Német András Redzsics helyett, ezt meg is ígértük. Ugye, Bolla. Úgy oda, és egy gazdag tudja játszani elvileg, ott azt a szél, talán megpróbáljuk vele játszani. Vagy Kleinina Eisler, Laci tudja játszani a szélt? Aha, Lacikám tudja játszani a szélt. Két támadó középás. Forró. Itt gólra megyünk. Reméljük az öt védőnek nem kell segítség, mert most mindenki elől lesz a védőket számítva persze. Na, vonulnak a magyar srácok. Malac igazgatja őket, hogy ki merre meddig. Nézzük, nehogy megint ugyanúgy kapjunk gólt. Mondom, nehogy ugyanúgy kapjunk gólt. Gulácsi, arra miért nem jött ki? Ugyan, barátom. Vagy ha nem így van a keze, hanem ökölbe. Tudod, pusát. Ó, Istenem. Egy ekkora... Ezt meg nem tudtam kivédekezni, hát... Hiába nyomtam bármilyen gombot, hogyha... Ez 3-2. Tiszta erdély, de komolyan. Nincs Ronaldo, nincsen Zsuzsák, nincsen Gerazoli, egy más korszak, de... Az eredmény egészen hasonló kezd lenni. Német Andris, az jó, micsoda lefordulás. Kerkez. Zsolt Félix bejött. 90-es értékelésű, 90-es. Ő biztos fog kapura lőni, és az félelmetes lesz. Ezt kell megakadályozni. Szilva, és már Gonzalo Ramos, és ott fut Félix is, figyeljünk. Amíg nem kapja Félix a szélen, addig jó nekünk igazából. Ez jó, Kerkez. Mekkora már voltam úgy. Szoboszlai nagyon szépen terelgeti a labdát. Sallai Roli. Gyere, Rolandom. Jó, Ruben 91-essel csak ennyire képes, akkor nekem jó. Az jó. Szoboszlai Dominik. Ne! Mert beakasztották. Nem nézik vissza. Nem baj, Attilám. Eléggé vad. Félixet jó felborította, de nem volt ez elég. Nem állnak le, mindivel. Oké, Renato Sánchez. Nem bírunk odaérni. Jó, elrontják, teljesen elrontották. Szoboszlai Nagy Ádám. Soha. Kecskés. Jó kis védő. Szoboszlai sajnos csak egy lövése volt. Azért jobb lett volna. Még rá tud ereszteni egy párat, de nem kerül olyan helyzetbe. Gazdag se. Na most gazdag! Rics Dani! Dánielem. Pedig ha Ruben abba beleér amúgy egész... Szkalmas lehetett volna. Így is nagyon-nagyon közel volt. Diego lejtett. Orrejra. Gyere, nyomjad. Ott van Klein Hezler, Laci. Látod, ő mindenbe beleért. Championshipbe is ilyen volt. Jó,
elfelejte. Nézzük, nézzük. Ne húzzátok már az időt. Én értem, hogy vezettek, de ez egy barátságos meccs. Öcsém, ne húzz már az időt. Ez hihetetlen. Elkezdik húzni az időt. Parádé. Magyar válogatott ellen. Az jó. Szobi! Szobi! Hogy maradt az ki? Szoboszlai Dominik. Hogy maradt az ki? Azt a mindenit. Aj. Gyerünk már. Jó. Menjünk, menjünk. Kerkez. Gyere. Fus, 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 fus. Sallai Roland. Jó az. Csak haladjunk már. Ott fut. Szoboszlai. Kéri is a labdát. Még mindig fut. Ultraatak. Mutassuk meg a magyar szurkolóknak, a feliratkozóknak. Gyerünk, srácok, valami legyen már. De kár, hogy ilyen béna gólokat kaptunk, és emiatt rohanhatunk az eredmény után, mint olyannyiszor a karrierbe ez már hozzánk tartozik. Hogy az eredmény után rohanunk egyébként. Enélkül nem is karrier, a karrier Gulácsi. Kerkez, Nagy Ádám. Hát én ezt nem értem, de legyen. Nem tudom hova tenni. De már mindegy egyébként. Ezen már nem múlik, csak törjünk előre. Gyerünk, legyen már valami gazdag. Nem sikerül. Ne! Ne, Gula, ne! Ott ez a Szobi lövés bemegy, akkor minden más, a rendőrök meg kell visszatartani a megvadult portugál szurkolókat, mert azt hiszik, hogy egy barátságos meccsen VB trófát nyertek. Aranyosak. Ugyebár. Hát itt mindent megtettünk. Ultra atakon voltunk, Gulácsi is védett, mindent megtettünk. Nagyon sokáig meccsben voltunk ez a portugál válogatott ellen. De úgy fest a jobbik csapat győzött. Ezért tényleg sokkal jobbak voltak. Hát srácok, ez lett volna az utolsó mérkőzés. Sajnos nem győzelem, nem is döntetlen, de így is szerintem amúgy jó pofa volt. Szép gólok voltak, voltak magyar gólok is, úgyhogy ez azért nem rossz így összességében. Mit is mondhatnék? Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt az egész karriert. Egy ilyen utolsó magyar válogatott meccset gondoltam, hogy méltóképpen lezárhatjuk. Fantasztikus volt, tényleg fantasztikus volt, hogy mennyi jó pillanatot éltünk meg. Ha van kedved, akkor szépen be van rendezve részek szerint lejátszási listába. Van kedved, nézd bele, nézd meg őket újra, mert én minden részbe a maximumot beleadtam. Legközelebb majd találkozunk, mert hogy jönnek majd új részek az IFC 24-ben. Addig is jók legyetek, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Legközelebb találkozunk egy új videóban. Sziasztok!